hatás. Honvédelemről közérthetően. Egy virágzó és gazdag árpádkori Magyarországról tanúskodnak azok a régészeti leletek, amelyek az elmúlt több mint 10 esztendőben a kiskunsági szang, illetve a Bugac Péter monostori tájegység környékén kerültek elő. A terület az 1241-42-es mongol betörés idején szinte teljesen elpusztult. Lakóit elhurcolták vagy lemészárolták. A feltárás eddigi eredményei azt is bizonyítják, hogy a korábbi felfogással szemben, miszerint a falvak és kőfallal nem védett városok lakói a mocsarakba és erdőkbe menekültek a tatárhordák elől, a magyarok nagyon sok helyen bátran felvették a kilátástalan küzdelmet a megszállókkal szemben. A szakemberek szerint a leletek olyan mértékben változtatták meg a korszakra vonatkozó ismereteinket, hogy ezek alapján újra kell írni és értékelni a 13. századi magyar királysággal kapcsolatos korábbi elképzeléseinket. Erről kérdezzük dr. Rosta Szabolcsot, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóját. Köszöntünk a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának 35. adása. A mikrofonnál Faragó Fanni. És Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc. Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően. 2010 elé menjünk egy picit így az első kérdéskörben. Ez ekkor miben volt más a kutatók elképzelése a 13. századi Magyarországról? Azt gondolom, hogy a régészet egyrészt egy hatalmas mennyiségi emelkedés is van régészeti emlékekben, ugye ez a nagy beruházásoknak is köszönhető, illetve egy hihetetlenül minőségivé is válnak ezek az eredmények. És ebben az egész nagy halmazban, amit ma régészeti tudománynak hívunk, régészeti tudománynak és régészeti eredményeknek, ebben van egy különleges pont, ez nem más, mint a tatárjáráskor kutatása, amely egy önálló szakterületté vált az elmúlt 15-20 év folyamán, és hogyha a kérdés arra irányít, hogy 2010 előtt mit tudtunk a tatárjárásról, tehát a 13. századról, hát jelentősen kevesebbet egyébként, mint ma. Tehát az látszik, hogy és az elmúlt pár évnek az eredménye, hogy olyan ellenállás volt, amit álmunkban nem gondoltunk volna. Az utolsó emberre, nőre, gyerekre kiterjedő ellenállás, mindenki részt vett ebben az ellenállásban. Több százas nagyságrendben ismerjük azokat a helyszíneket, amelyeket eddig 5 évvel ezelőtt nem is ismertünk, ahol ezek megtörténnek, és most már tömegével jönnek elő az emlékanyagok a földből. Ekkor kiderül az, hogy hát még a legutolsó kis erődítésnél is nagyon komoly fegyverzettel álltunk ellen az ostromoknak, akkor ugye fölteszi az ember a kérdést, hát akkor nem csak parasztok kaszával, kapával próbáltak úgy, ahogy védekezni. Tehát, hogy maga a társadalom másképp nézett ki, militarizáltabb volt, meglátásom szerint sokkal, mint hogy azt mi gondoljuk, főleg a mai agyunkból kiindulva. És ugye az állandó visszatérő kérdés, hogy miért nem engedtük át a törököt, miért nem engedtük át a mongolt. Tehát egy nagyhatalmi státuszban lévő országról van szó, amelyik Európa centrális erőterében van, az Európa egyik legnagyobb királya a magyar király, a 13. század elejét tekintve meg különösen, ezt egész egyszerűen ez szóba sem kerülhetett. Szóval a 2010 előtti tudásunk a tatárjárás tekintve és a 13. századot úgy ámblok tekintve, az jelentősen kitágult, így mondhatjuk, és ennek a felvázolt Bugac monostori feltárások az Árpád-kor viszonylatában, és maguk a kiskunsági feltárások pedig a tatárjárás ismeretében valóban példanélküliek talán az elmúlt 10 évben. Vissza is kanyarodnék a Bugac monostornál feltárt kolostorhoz és az azt övező város maradványaira. Ugye ezt mondhatjuk, hogy ez talán egy fordulópont a 13. század, meg azonban is a tatárjárással foglalkozó szakirodalom történetében. Hogyan kezdődtek itt a kutatások, és hogy bukkantak erre a kolostorra és az azt övező városra? Céltudatos volt, vagy véletlen? 2001-ben történt egy mélyszántás Bugac külterületén a úgynevezett monostori, felső monostori határrészen. És fiatal kolléganőmmel, Sárosi Edittel én mehettem ki régész technikusként, régész hallgató voltam még akkor ehhez a mélyszántáshoz, és a mélyszántott területnek től kicsit arrébb, egy ilyen teljesen megközelíthetetlen helyen volt egy nagyon erősen roncsolt domb, ami egyébként úgy tűnt, mintha valami tanyamaradvány lenne, meg egy összehordott sit halom, de nem is nagyon lehetett megközelíteni a bokrok és fák és ilyesmi miatt. És a megszántott területen ott egy rengeteg embercsont feküdt a felszínen, és egy plébánia templom, amit ott egy gyors leletmentéssel tudtunk is azonosítani, hogy egy
egy 14-15. Századi kun leletekkel lévő plébánia templom. De hát ez egy 14-15. Századi. És emlékszem, amikor így álltunk, és néztük Edittel azt a dombot, és mondtuk, hogy hát, amit Györfi professzor azonosította ezt az 1217-es forrást, ugye valahol Bugac külterületén, hogy mi van akkor, hogyha ott van a monostor? Hát most jogtunk egyet, aztán nem is foglalkoztunk többet ezzel a kérdéssel, addig, ameddig 2010-ben nem kaptam egy felkérést arra, hogy a Vajdasági Múzeum, Aracs és Dombó, amik ugye azért jól ismert a magyar történetben is jól ismert helyszínek, Aracs és Dombó kolostorainak a feltárásával egy partnerségi megállapodással kellene a Vajdasági Múzeummal közösen fellépni, és ehhez nem kell más, csak egy monostort kell találni. És akkor így néztem, és nagyjából úgy álltam, mint bárki más, hogy ezen a vidéken csak úgy előszedni egy monostort a föld alól, azt gondolom, hogy ez mondjuk komoly kihívás. És mivel végül is nem ópusztaszerre, hát a szeri monostorra esett a választás, akkor lényegében, ahogy ezt mondtad is, kicsit véletlenszerűen, vagy szerencsével minden esetre 19-re lapot húztunk mai szavakkal élve, és beadtuk a pályázatot, hogy szerintünk ott lehet egy monostor. Tehát szerintem. Nem 10 év telt el akkor végül is a feltételezés. Igen. 2010-ben elnyertük a pályázati összeget, ez egy határokon átnyúló IPA pályázat volt, tehát ez a uniós és nem uniós tagok közötti kulturális turisztikai pályázat, és lényegében itt 3 év alatt az átlag magyar kulturális pénzekhez képest viszonylag nagyobb összeggel, így nagyobb sebességgel, és kicsit más módszerekkel tudtunk elkezdeni feltárni, és lényegében 2010-11 után azt mondhatom, hogy nagyon gyorsan berobbant a szakmai köztudatba ez a bugaci monostori helyszín. Ugye mi először alkalmaztuk nagyüzemileg a fémkeresőzést magán a feltáráson és a területen is. Elkezdtük a különböző fotó 2 és 3D dokumentálásnak a kidolgozását. Tehát próbáltuk a drónfotózást, a modern módszereket lehetőleg hamarabb és legbiztosabban alkalmazni, magunk arculatára formálni, és hát jöttek az eredmények, a százával, ezrével jöttek a leletanyagok, a rétegekből, szintekből, a kolostorból jöttek a különböző építési periódusoknak a megfejtései, és jöttek azok a leletek, amelyek valóban európai szenzációk voltak. Honvédelemről közérthetően. Mi volt az első lelet, amit megtaláltak, ami már arra engedett következtetni, hogy helyes volt az elképzelésetek? Nekem a legfontosabb az volt, hogy lényegében 2011-ben az ásatási első komolyabb évad végére kialakult egy olyan rétegsor, amelyet csak azóta sem kellett nagyon pontosítani, hát itt-ott kellett esetleg kicsit pontosítani, de alapvetően akkor elég jó munkát végezve egy-két szelvényből sikerült a teljes kronológiáját, tehát időrendjét megalkotni a kolostornak, és azon nagyon nem kellett azóta sem változtatni, ez egy nagyon komoly siker volt. A lényeg az, hogy elkezdtek jönni azok a leletek, amelyek aztán 2013-ban magának a bazilika dombjának, a bazilika romjának az eltakarításával és feltárásával, hát lényegében elérte a csúcspontot, amikor a Szent Péter ereket tartók előjöttek, a két hatalmas zománcozott lemez. De hát ugye mondtam, hogy ez a régészet azért az időigényes munka, és főleg megfejtése dolgoknak nagyon időigényes tud lenni. Nem lehet egyik pillanatra a másikra igent vagy nemet mondani. Most jutottunk el egyáltalán arra a szintre, hogy azt mondhatjuk, hogy erre a Szent Péter ereke tartóról jelentősen többet tudunk, és ez szintén egy fiatal kollégának köszönhető, aki most kapcsolódott be a kutatásokba, aki kiderítette, hogy hát az eddigi elképzelések ellentétben tévúton jártunk, és nem Felső-Rajna vidéken készült ez a bizonyos hihetetlen kvalitású erekjetartó, zománcozott erekjetartó, hanem bizony ez a Mőzvidéken. Hát most ugye innen ez nem tűnik túl izgalmas kérdésnek, de hát legyünk őszinték, mi is megsértődünk, amikor Bukarestet Budapestre keverik össze. Tehát a Felső-Rajna vidék és a Mőzvidék között óriási különbségek vannak, és azt mondhatjuk, és azóta Brüsszelből visszajelzéseket kaptunk, hogy bizony ez a vallon művészet, 12. századi vallon művészetnek az egyik csúcsterméke, és el se tudják képzelni, hogy kerül az ilyen Magyarországra. Az
azért ilyenkor milyen jó, hogyha más nemzetek része is, és egy, hát hogyne, van együttműködés, és tényleg egy kvázi közösen fejtik meg a múlt kérdést. Ebből látszik, hogy, hogy még a jó szándékunk ellenére is fél tévúton voltunk az elmúlt években, és most kezd lényegében teljes mértékig kibontakozni az a, ez a hihetetlen csodálatos lelet is. Ugyanez van a szíriai poharunkkal, vagy nagyon hasonló, hát a szakirodalom szíriai pohárnak hívja, semmi köze a mai Szíriához, olyan szempontból legalábbis, hogy ugye az emberek ma Szíriát azt egy iszlám államnak tartják, miközben ez sem teljességgel igaz. Nyilván abban az időben mondjuk azt, hogy az antiókiai fejedelemségnek volt a területe, tehát lényegében egy nyugati keresztény keresztes állam van a területén, és hát az onnan származó üvegpohár, amiből egyetlen egy van ezen kívül a világon, egy gyönyörű kobalt kék cseppes, 32 cseppel megáldott hatalmas üvegpohár, aki kézbe fogta, az nem akart elhinni, hogy tényleg ilyen minőség, ilyen könnyű terméket 12.-13. század fordulóan előállítanak. Az, hogy hogy került ide Magyarországra, mindig ezek a kérdések ugye minden egyes ilyen leletnél. Azt szoktam mondani, hogy a hihetetlen intenzív kapcsolatok a korszaknak, most jó értelem, tehát ne értsük félre, egy olyan globális időszak volt, amikor azért a, főleg a keresztes háborúk révén, zarándoklatok révén. Tehát azért a kelet-nyugat össze volt kapcsolva, egy teljes átjárás volt. Tehát az, hogy most itt a biztonságos utakon, és Magyarország biztonságos útnak számított, állandó kereskedő karavánok közlekedtek kelet és nyugat között, meg zarándokok, ez teljesen természetes volt. Így bárhol, bármikor ide kerülhetett ebbe az országba, és de hát azért mindennek van egy története. Én például a szíriai üvegpoharat azt gondolom, hogy 1217-ben ugye, amikor megindul a II. András vezette keresztes hadjárat, tehát ennek egy emléke lehet akár, hiszen azért azt tudjuk, hogy ők jól bevásároltak mindenből azon a területen, és hát én nem tartom irreálisnak azt, hogy mondjuk a Becse-Gergely nemzetség egyik tagja az valamelyik antiókiai bazárba bevásárolt ezekből az akkor is valószínűleg borzasztó értékes pohárkészletből, és akkor hazahozta. Ez egy verzió, természetesen más úton is ide kerülhetett, a lényeg, hogy itt van. Most hogyan lehet megbecsülni az értékét? Milyen különleges feltárt emlék tekintetében? Nálunk így értéket nyilván én nem ismernék meg meghatározni mindazonáltal. Persze, amikor kölcsön adjuk valahol, főleg külföldre, de belföldre is, akkor ugye mindig az értékét meg kell határozni. Ez Magyarországon legtöbb esetben hasraütésre szokott egyébként menni. És néha meglepődünk, hogy nyugatról egy-egy tárgyat milyen őrületes biztosítási összegekért, milyenekre biztosítanak. Hát azért azt gondolom, hogy itt 100.000 euróba mérhető minimum ezeknek a tárgyaknak az értéke, hogyha így nézzük, tehát legalábbis ennyire biztosítanánk be, biztos. A rekonstrukciók alapján hogyan képzeljük el az ő mindennapjaikat, életüket, foglalkozásukat, hogy kialakulhasson bennünk igazából egy reális kép arról, hogy pontosan mi is volt, mert akkor ugye, ahogy említetted korábban, lehet, hogy egy teljesen torz kép volt eredetileg, ami az emberek tudatában kialakult még. Hogyan is nézhetett ki az akkori élet? Sokkal gazdagabb és sokkal sokrétűbb volt, én azt gondolom. Tehát az a számtalan zarándok jelvény, amit találtunk Rómából. Az ugye egyrészt bizonyítja azt is, hogy valamelyik monostori, Bugac monostori, Péter monostori lakos, az bizony járt Rómába. Akár rendszeresen járt Rómába zarándokolni. Hiszen több típusú, és Róma ma szinte valamennyi templomából, vagy legalábbis több templomából származó zarándokjelvényekről van szó. Apró dolgokból, apró mozaikokból kell valahogy, mozaik szemekből kell valahogy egy képet mutassunk, de itt van például egy kis pecsét, egy kis mandorla alakú pecsétlő, Szetó mesternek a titkos pecsétje, ez rajta van. Hogy ki volt Szetó mester, ezt nem fogjuk valószínűleg megtudni, hiszen írott források azok nagyon nem szólnak róla, de annyit tudunk róla, hogy mivel magiszter volt, ezért gyaníthatóan egy egyetemi végzettségű ember volt. Hát ugye egyetemet azt Rómába, Bolognába esetleg ezeken a tájakon végezhette, de akár máshol is valószínűleg vagy egy szabadjogászként tevékenykedett, tehát egy ilyen közjegyzőnek mondanánk ma ezt az embert, ezt a szetómestert, még a ház helyét is nagyjából tudjuk, hogy hol kellett legyen, hiszen az a szetómester pecsétje környékén kerültek egyébként elő ezek a zarándok jelvények, tehát nem irreális azt gondolni, hogy esetleg összetartozik ez a hagyaték. Nyilván egy szántóföldre ezt így pontosan nem lehet megmondani ugye a fémkeresős anyagból, de nagyjából közel voltak egymáshoz, rengeteg aranyozott tárgy is volt. És a településnek tudjuk, hogy a melyik fő utcájának a 50 méteres körzetén belül kellett lennie ennek a bizonyos épületnek, ahol szetómester vagy élete végéig, vagy hát valamennyi ideig ott megszállt, ott tevékenykedett. Tehát ezek azért izgalmas apró dolgok, de tényleg apró dolgok, és ilyenekből kell összepakolnunk az összképet. Ahogy most beszélsz erről a településről, így kibontakozik előttem egy ilyen
tényleg egy nagyobb kereskedelmi központ, élénk viruló lakossággal, és honnan tudjuk egyrészt azt, hogy ezt a települést a mongolok pusztították el, valamint felmerült bennem a kérdés, amivel egy monostor volt a helyszíne, hogy írásos dokumentumok segítik-e a munkátokat, vagy itt csak régészeti leletek bukkannak elő. Ezen a kiskunsági vidéken, meg egyáltalán az árpádkori Magyarországon ámblok egy hihetetlen nagy probléma, ugye az írásos forrásoknak a szűkössége. Lényegében több száz évről írott forrásanyag kapcsán nem is beszélhetünk a mai kiskunság területén. Vagy az állandó és nagy pusztítások miatt lényegében a levegőben lógnak egykori településnevek, nem tudjuk őket azonosítani. Tehát egy-egy határjárás esetleg, vagy egy-egy nagy monostornak a birtoklevelébe szerepelnek ugyan Izsák környékén is olyan települések, amelyeket igazából nem tudunk azonosítani, hiszen a tatárjárás környékén 13. században ezek végleg az enyészetté válnak. Tehát egy nagyon nehéz dolog, amit tudunk Péter monostor a Péteri kapcsán, hogy 1217-ben van egy István nevű apátja. Ennyi. És melyik rend? Aztán... 1250-es években egy Becse Gergely nemzetséghez kapcsolódó vita mutatja azt, hogy ez a Becse Gergely nemzetségnek a monostora volt, és hát innen kezdtünk el fölgöngyölíteni egy fonalat, és hát mivel semmiféle biztos támpontunk nem volt, ezért sokáig mondjuk azt, hogy nem ok nélkül, de igazából picit alaptalanul a bencésekhez kötöttük, vagy próbáltuk kötni, hogy leginkább legfőképpen bencésnek tarthatjuk, hiszen az volt talán a legáltalánosabb. Mindazonáltal az 1250-es évekbeli forrás, amely ugyan tatárjárás utáni, de már csak birtokként említi meg ezt a bizonyos Péter monostorát, egy Péter monostor és Dénes monostor területet, illetve monostorokat együtt említ, és egy fiatal történész kollégám a tavalyi év végén egy premontrai listában fedezte föl Péter monostorának és Dénes monostorának az említését. Tehát úgy tűnik, hogy hát minden várakozás ellentétben lehet, hogy premontrai volt, legalábbis a 13. század elején, akkor már premontrei volt a kolostor. Honvédelemről közérthetően. A hihetetlen gazdagság mellett, ami a leletekben visszatükröződik, a pusztítása, amit a lakosság elkeseredett harca a mongolok ellen is tetten érhető. Egyáltalán a leletek hogy bizonyítják azt, hogy a mongolok pusztították el a települést, valamint hogyha kicsit tudnál beszélni a Szankon és Tázláron talált leletek fontosságáról? Az, hogy az 1240-42 évi tatárjárás nagyon mély nyomokat hagyott a területen, ez eddig sem volt kérdés. A régészet számára sem, hiszen szembesültünk már évtizedek hosszú az elmúlt évszázadban azokkal a helyszínekkel, amik árpádkori elhagyott templomok, tehát ahol nincsenek késő középkorban továbbélés. És ugye a mi vidékünkön, a Kiskunságban nagyjából 3-1 arányban van. Egész Bács-Kiskun megye területén azt mondom, hogy 2-1 arányban van azok a templomoknak a száma, amelyek az árpádkorban pusztultak el, illetve amik a törökkorban pusztultak el. Tehát azt lehet mondani, hogy 2 elpusztult az árpádkorban, 1 túlélte az árpádkort, és a késő középkorban is településé vált. Most ugye nagy kérdés volt, hogy ennek mik voltak az okai. Azt gondolom, hogy önmagában ez nem magyarázható, tehát a tatárjárás, mint olyan, ilyen mennyiségű településnek a fizikai megsemmisülése, az egyértelműen egy azért mégiscsak leginkább a tatárjáráshoz és annak a következményeihez sorolható. Mert ugye most a tatárjárás, az most kiírtják ugye a falu lakosságát, aki túléli, az meghal az éhínségbe 1243-ban, akkor az most tatárjárás, vagy nem tatárjárás. Akkor utána, hogyha ellehetetlenül a teljes környéknek a infrastruktúrája, és az 50-es, 60-as évekre elhal a település, az most a tatárjárás, vagy nem. Tehát nem biztos, hogy csak azt az egy évet kell lényegében szemlélni, hanem ugyannak vannak azért következményei. És ilyen szempontból azért nyugodtan azt mondhatjuk, hogy bizony ez a területen tudjuk, hogy őrületes pusztítás volt. Probléma az, hogy az apokaliptikus hangulatú történéseknek régészeti lenyomatát nem nagyon találták meg. 1950-es évek folyamán kerül elő Esztergomban egy építkezés során egyetlen egy ötvösnek a maradvány, akit ötvösnek határoznak meg, aki egyértelmű tatárjáráshoz kapcsolódott, illetve a 1970-es években egy tiszamenti feltáráson egy gödörbe dobott holttest volt, amit egyiket a szakirodalom úgy nagyon nem is ismert, és ugye az atrocitások, azok úgy nagyjából úgy ennyiben régészetileg meg is álltak. Persze találtak felgyújtott falvakat, ahol égésrétegek voltak, de hát ugye ezeket nehéz is volt néha pontosan belőle, hogy most akkor mikor égett le a falu, most 41-ben, vagy előtte 20 évvel, tehát ez úgy nem feltétlen bizonyíték, és egészen sokáig kellett rá várni. Kedves
tanárom, professzor Laszlovszky József volt, aki felvetette azt, hogy azért itt az autópálya és az egyéb nagy beruházásoknak a 90-es évek környéki megindulása azért az nagyon komolyan előre mozdította azt, hogy azokon a területeken haladnak át ezek a nagy nyomvonalas létesítmények, amelyek lényegében az Árpád-kortól kezdve nem voltak bolygatva, ha úgy mondjuk. Tehát a késő középkorban már nem volt túlélés, és lényegében elfeledett területek. És ugye az autópályák, belegondolunk, általában tényleg olyan helyeken mennek messze, távolabb településektől, és elkezdtek sorozatosan előjönni azok az emlékanyagok, ahol már azért egy teljesen más arculatát kapta meg a régészet. És én úgy nevezem ezeket, hogy előkerültek ezek az úgynevezett komplex lelőhelyek, ahol a különböző dolgok, mint a leölt állatok, meggyilkolt emberek, fegyverek, égett településrészek, ezek egyszerre jelentkeznek. És tudományos léptékkel mérve nem is olyan nagyon régen, 2010-ben, 11-ben került sor arra a konferenciára, amely teljes véletlen folytán, egész egyszerűen csak hallottuk azt, hogy itt is van egy kis tatárjárás, ott is van egy kis tatárjárás, és elkezdtük összeszedni, hogy akkor tudjunk már meg valamit a tatárjárásról, hiszen egészen a 90-es évek közepéig, majd a 2000-es évek közepéig kellett arra várni, hogy lényegében ezek tömegével kerüljenek elő. És Cegléd mellett adta a végső lökést, a Cegléd melletti lelőhely, ahol egy anyának a két gyermekkel és két gyermekének a csontvázát találták meg, ugye a két gyermek bebújt a kemencébe, az anyuci előtte volt, látszott, hogy a bátyja védte a kis húgát egy ostyasütővel, tehát tényleg szívbe markoló történet, az anyu pedig ott feküdt a kemence előtt, és feltáró régésszel beszélgetve derült az ki, tehát még több mint egy tucat egyéb csontváz is volt, tehát nem csak ennyi. És akkor elkezdtük ezt a történetet felgöngyölíteni, és kiderült közben, hogy Dunaföldvártól egészen Orosházáig az elmúlt években, tehát ugye a 2000-es évek közepén ugye elkezdődtek ezek a nagy beruházások révén, előkerültek ezek az árpádkori lelőhelyek, ahol legyilkolt állatok, tömeggyilkosságok, embereknek a maradványai árkukban, házakban, szétszabdalva, darabokba, tehát ahogy már elképzeljük a régészeti megjelenését, a tatárjárásnak, és ezeknek a példáin okulva egy nagyon sikeres konferencia és egy nagyon sikeres kötet jött ki, és ezeknek a példákon okulva elkezdtük a Kiskunságba célzottan keresni már azokat a helyszíneket, és itt volt a minőségi további előrelépés, amelyek potenciálisan jelenthettek helyszíneket. És lényegében ilyen volt a szank is. Kiskunban se jön a termál, ahol tényleg főleg nők, gyermekek, ez egy velejárója ezeknek a régészeti helyszíneknek, hogy főként nők és gyerekek, fiataloknak a csontvázai vannak. Erre merült az föl, hogy hol vannak a férfiak, aztán elkezdtük a férfiakat is megtalálni, azok pedig a különböző ostrom és tényleges csata helyszíneknek magyarázható módon. És őket nem tömegsírban találtátok, meg férfiakat? Tehát nem gyűjtötték össze őket akkor valószínűleg? Nem találtunk klasszikus tömegsírokat még. Wilhelm Gábor kollégám szankon egy jó maréknyi aranylelet és kiváló egyéb lelet és mongol páncértól kopja mellett talált 34, tehát 17 nőt és 17 gyereknek a maradványait. Ezeknél azt lehet mondani, hogy már egy házba lényegében oszlás után tehették be őket, tehát hogy az valamiféle temetést azt éppen mutathatott, ha csak nem rájuk gyűjtötték a házat, és ott haltak meg mind, de valaki utána megkavarta értékeket keresve, még így is egy maréknyi arany maradt egyébként bent a házba, tehát ez egy hihetetlen előrelépés volt szank kapcsán. Tehát ugye ezek a komplex lelőhelyek, ahol tényleg a kincsek, egy csomó mindent át tudtak a szakemberek ezek alapján értékelni. Ilyen volt például a numizmatikában ugye bizonyos pénzeknek a keltezése, hogy sokáig nem tudták azt, hogy most melyik pénz, főleg az ilyen anonim dénárok, amiknek ugye nincs ráírva, hogy melyik király verte, vagy éppen rá van írva, hogy melyik király, csak nincs odaírva, hogy most első, második, harmadik, negyedik Béla, hogy végig is melyik királynak a pénzeiről van szó, amik ugye azért fontosak mégiscsak a tatárjárás bizonyítékát tekintve, illetve hát más helyszíneken is ugye egy pontos kronológiát adnak. Hát most már azt gondolom, hogy még vannak mindig némi kis viták, de hát nem lehet az kérdés, hogy több olyan pénz, amit eddig harmadik Bélához kötöttek, az bizony negyedik Bélának a tevékenységét mutatja, vagy legalábbis nem kérdés, hogy minden esetben ott vannak egyébként a halottaknak a zsebébe, a kis szütyőjébe elásva, tehát ugyanaz a pénzhorizont mutatkozik. A magyar pénzeknél is úgynevezett brakteáták, ilyen lemezpénzek, illetve a péladénárok, és ezek párhuzamosan pedig az úgynevezett nyugati jó pénzek is ott vannak mindig ezekben a kincsleletekben. Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Mire következtettetek, hogy miért volt ez ilyen mértékű ez a pusztítás, és
hova tehető a támadottnak az ilyen fokú brutalitása? Mert itt gyakorlatilag írmöge sem maradt a lakosságnak, ahogy szokták ezt mondani. Ugye megvannak azok a kézzelfogható nyomok, akár Bugacon, és főként Szankon, amelyek ugye mutatják azt a atrocitást, ami ugye a kérdésben is benne, hogy honnan tudjuk azt, hogy mitől volt ilyen brutális, hiszen nem is nevezhetjük másnak, mint az, hogy tényleg csak nő és gyerek csontvázakat találunk. Bugacon egy különleges feltárási helyszínen, egy udvarháznak az udvarán, jó 300 méter a monostortól, véletlenül bukkantunk. 7 kisgyereknek, ilyen 2-től 11 évig terjedő kisgyereknek a kifeszített csontvázára, tehát látszik, hogy ott egymásra haigálták, a gyerekeket is sorba legyilkolták. És hát amiről eddig nem volt szó, ugye az írott források, illetve hát annyira volt szó, hogy ugye mekkora ellentmondások voltak az írott források és a régészeti leletek között, és ezért ugye fölmerült az is, hogy hát biztos túloztak a forrásközlők annak idején. Ehhez képest azt tudjuk mondani, hogy a Péter monostora melletti kisgyerekek, akiket helyszínen meg tudtunk vizsgálni, és az antropológus azt mondta, hogy hát ezeket felhúzott lábbal, vagy ugolva ért el a végzet, akkor hozzuk Spalátói Tamásnak a írását, aki azt írja szó szerint, hogy leültették a nőket és a gyerekeket, levetették ruháikat, és úgy felemeltették karjukat, és úgy szúrták őket szíven, hogy el se fáradjon a hóhírok karja a gyilkolásban. Na most ott vannak ezek a kisgyerekek felhúzott lábbal, sorba fektetve és sorba ültetve és egyik esetben egymásra dobva. Én azt gondolom, hogy ez valami olyan, tehát olyan egyértelmű, mint hogyha látta volna a Spalatói, aki nyilván nem látta, hiszen split érsekeként ő ezt nem látta, de hát az adatközlők azok valószínűleg biztosat mondtak. És innentől kezdve gondolhatjuk azt, hogy azért, amit Rogerius leírt, és akik ráadásul testközelből ott voltak, átélték azokat az élményeket, azok bizony nem feltétlenül túloztak. Na, ez az óriási és minőségi előrelépés. Hogy egész egyszerűen látszik az, hogy igazolni tudjuk a forrásokat. És amikor állandó ostromokról beszélnek az atrocitások mellett, akkor elő tudjuk hozni a Szankot, meg a Bugaci monostort, ahol látszik, hogy bizony, amit leírnak, akár Egres nagy vagy várat kapcsán, hogy árkokat fatornyokkal erősítik, hát megtaláljuk az árkokat, a tornyok helyét nagyon sokszor nem, hiszen ugye azért azok felmenő részek voltak, de hát megvannak ezek a hatalmas árkok. És ezek a hatalmas árkok is egy nagyon érdekes dolog, hiszen az elején utaltam a beszélgetésnek, hogy 5 évvel ezelőtt nem is tudtuk, hogy vannak. Temetőároknak gondolta a szakma a legtöbb esetben. És ma Pányai István térinformatikus kollégámmal, én azt gondolom, lehet, hogy még ebből lesznek viták, bár nem hiszem, meggyőzően tudtuk bizonyítani, hogy több mint 100 helyen már csak légifotók és geofizikai vizsgálatok alapján a mi területünkön, ott Bács-Kiskun megyébe, több mint 100 helyszínen tudjuk azonosítani. És kiderül, hogy Fejér megyétől kezdve mindenhol azonosíthatóak ezek a 2-3-as nagy körárok rendszerek, amivel körbeveszik, és próbálnak védekezni a helyiek. És itt jön be ugye megint az, hogy mennyire másképp értékeltük korábban, és mennyire másképp értékelhetjük. Tehát nem elfutottak, nem is lett volna mindenkinek hova futnia. De tényleg fölvették a kesztyűt, és ugye a legfontosabb kérdés az tényleg az, hogy ez a fajta brutalitás, ez a fajta leszámolás, ez miért volt ilyen mértékű. Én azt gondolom, és ebben most már egyébként inkább egyetért a szakma, hogy nem ezt várták a mongolok. Tehát nem ilyen veszteségeket vártak, nem ilyen ellenállást vártak. Alábecsültek minket? Olyan szempontból nem becsültek alá, és akkor itt érdemes erről is egy pár szót megejteni, hogy ugye 3 irányból kapják a rapófogóba Magyarországot, Magyar Királyság területét. Tudják, hogy mire vállalkoznak, nagyon erősen készülnek, tehát azért itt hatalmas hadsereggel jönnek, és egy hihetetlen felszerelt jó hadsereggel. Ha belegondolunk abba, hogy csak azért küldenek egy északi szárnyat Lengyelország, Szilézia területére, hogy harapófogóba kapja északról is Magyarországot, akkor azért látjuk, hogy ők tökéletes helyismeretük volt, és hihetetlen jól feltérképezték azt, hogy hogy is kell ugye a Magyarországot megtámadni, és lényegében ők ezt nagyon komolyan vették a mongolok. De ettől függetlenül is nagyok voltak a veszteségek. Hogy pontosan mekkorák, azt nem tudjuk, de óriási veszteségeik voltak, ezt önmaguk is közlik. Saját mongol források amúgy hogy írnak, hogy kínai, számolnak be? Kínai források kínai. Főként. Uh-huh. Hála Istennek most nagyon kiváló kutatók vannak, akik mostanában ezeket a keleti forrásokat is vizsgálják, és nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Tehát azért a mongolok kapcsán, illetve a mongolok azért leírják, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény háború volt, az egyik legkeményebb háborújuk, hogy rengeteg erődített hely van. Ugye ezt pont egy ausztrál kutató kérdezte, hogy volt itt rengeteg erődített hely, hát nem írtok semmiről, és ezért
volt nagyon jó az a sok kutatás, amit az elmúlt évben végeztünk, ugye pont az erődített helyek kapcsán, hogy kiderül az, hogy de hó, hát tehogy is, nem igazuk volt. Rengeteg erődített hely. Nem jelenti azt, hogy mindegyiknek teljes hadserege kellett menni, de hogy folyamatosan megosztotta az erőket, folyamatosan lassította az erőket. Az, hogy 2-3 kilométerenként, hát Szankon 2 kilométerenként vannak ezek a hármas körárok rendszerek. Tehát, hogy folyamatosan megakasztja, veszteség, időveszteség. És egész egyszerűen ez valószínűleg minden egyes hadsereget őröl idegileg egyébként. A mongolok amúgy is az ellenállást azt mindenhol komolyan megtorolták. Tehát az keleti hadjáratok is erről szólnak, hogyha valaki ellenállt, azt megtorolta. Én azt gondolom, hogy itt nyugodtan beszélhetünk, lehet, hogy ez erősen hangzik, de genocidiumról. Lehet azt mondani, hogy hát csak az ellenállást számolták föl, igen, csak az ellenállás az utolsó nőre gyerekre kiterjedt. Most innentől kezdve kell megérteni a magyaroknak is a lelki állapotát, a 13. századi magyarságnak, aki egy nagy hatalom, ahol 150 éve nem látott idegen katonát, tehát azért van mellény is, mai szóval, és emellett pedig ugye a tényleg az aktuális ideg állapotát a mongol hadseregnek, amely amúgy sem arról volt híres, hogy finoman bánt volna a dolgokat, mert tényleg olyanok vannak, és itt most nem akarok így rémes dolgokat ezen kívül ecsetelni, de ezekben a forrásokban olyan megmagyarázhatatlan, és nem csak mai agya megmagyarázhatatlan, ez a 13. századi agynak is megmagyarázhatatlan volt, hiszen azért emelnek ki egy csomó mindent, hogy miért is történik ez. Tehát tényleg, hogy a gyerekek azok már tényleg mit vétettek, vagy az öregek. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket, érdemes egyébként pszichológus vagy pszichiátert is belevonni ezekbe a vizsgálatokba. Hát olyan sokrétűvé vált ez a tatárírás kutatás, hogy miért ne éppen ők pakoljanak hozzá még valami tudományos szinten. Kollektív traumára gondolsz itt, ami rányomta a bélyegét az utókorra? Később érdekes, időkben? Épp az az érdekesség, hogy nem nyomta rá kollektív traumaként. Ez is mutatja az akkori magyarságnak az erejét. Tehát nincs kollektív trauma, mert pár éven belül visszafoglalják. Egyrészt ugye ez mutatja azt is, hogy az ország bizonyos részei elég jó állapotban maradtak, hiszen gyorsan sikerül az osztrákoktól visszafoglalni területeket, sőt, egész komoly közép-európai tényezővé válni már újra a század végére, és aztán hát csodálatos időszakaink vannak az anzsukkal és a hunyadiakkal. Mondjuk a mongolok kivonulása után nagyon nehezen érett újjá újra ez a gazdaság. Bizonyos területek nagyon-nagyon nehezen érettek újjá, más területek azért jobb állapotban maradtak meg, tehát a mai Szlovákia, tehát a felső Magyarország és a Dunántúl egyes részei azok sokkal jobb állapotban maradnak meg. Bizonyos délnyugati részek is, nyilván Horvátország és Szlavónia azért jobban megúzták. Erdély egyes részei, Erdély más részei azért kevésbé, de az biztos, hogy a hosszú távú hatások közé tartozik szerintem, amiről talán keveset szoktak beszélni, hogy igazából a magyarságnak volt egy etnikai expanziója, ez nem túl népszerű szerintem ma ez a téma, de kétségtelen az, hogy az a stagnálás majd a török kor után pedig ez a folyamatos szűkülés, aminek a következményeit egészen a mai napig lehet vinni, hogy ugye a magyarságnak az etnikai aránya a Kárpát-medencében, ez bizony ott kezdődik el. Tehát ott kezdődik egy olyan valami változás, aminek a következménye az, amit ma is ismerünk, és azt mondjam, kár is ezt kimondani, de hogy, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy maga a 13. század, az teljesen megváltoztatja az országnak a helyzetét. És ezen bizony az anzsuk sem tudnak nagyon változtatni, és később más se. Tehát egész egyszerűen az a világ, ami a 13. század első felében ismert volt, az a 13. század második felére megszűnik. Rosta Szabolcs régész, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának segítségével mi itt a stúdióban is bízunk benne, hogy a hallgatóink is átértékelték magukban is a tatárjárást és az eddigi tudnivalókat erről. Nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy egy számos új régészeti lelet kerül még elő, és sikeres feltárásokat kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra, de megtalálhattok minket a Magyar Honvédség YouTube oldalán, illetve a honvédelem.hu-n is. Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.